Hetedik alkalommal rendezték meg Varsádon a nemzetiségi napokat, amely immáron két napossá bővült, hiszen a szombati kulturális programok, májusfaki táncolás és szabadtéri bál előtt még pénteken első ízben szervezték meg a német táncázat. A Mecsegnádasról hívtunk egy zenekart, egy családi zenekar van jelen. Tavaly már a nemzetiségi napunknak a kulturális programját is színesítették, és nagyon népszerűek voltak, ezért gondoltuk, hogy mint nemzetiségi táncházba őket hívjuk el. Mint az egyértelműen kiderült, a varsádiak szívesen kiveszik részüket az ilyen és hasonló rendezvényekből, egészen szép számmal érkeztek most is. A táncházat vezetni kell, tanítani az érdeklődőket, még akkor is, ha esetleg már tudják a lépéseket. Kicsiktől nagyokig beállt a körbe mindenki. Itt megpróbálunk olyan táncokat tanítani az embereknek, amik a német néptánc csoportokban könnyebben vagy többször előfordulnak, hát ismertebb táncok lehetnek, a zenéik is ismertebbek, és a lépéseik is úgymond könnyebbek, és ezek mind olyan táncok, amik különböző lépésekből állnak össze, és utána máshogy is át lehet koreografálni őket, de az alaplépéseket könnyű megtanítani, és ezt próbáljuk a többieknek továbbadni. A mostani táncház tehát valószínűleg remek kiinduló pontja egy majdani hosszú programsorozatnak, amely, ha minden jól megy, valóban hagyománnyá válhat.